Itt a fehérvári ajándékboltban is hozzá lehet jutni az Ősfehérvár kártyához. A Himmerházban ez a kezdeményezés városi szuvenírek vásárlása esetén 10% kedvezményt jelent. Az ajándékbolton kívül további 30 üzletben lehet 1200 forintos áron hozzájutni a városkártyához, amelyet mintegy 300 fehérvári és városkörnyéki üzletben lehet 5-től 50%-os kedvezményre felhasználni. Van itt Székesfehérvár és a város környékén mintegy 300 elfogadó hely, amely vásárlási kedvezmény biztosít mindazoknak, akik kártyát felmutatják. A kártya nem névre szóló, tehát a család valamennyi tagja használhatja. A város önkormányzata a kezdetektől támogatja a kezdeményezést. A polgármester úgy véli, az Ősfehérvár kártya nem csak a helyi munkahelyek megőrzéséhez járul hozzá, közösséget is teremt. Talán lehetőséget ad arra, hogy odafigyeljünk egymásra, például arra, hogy amikor mi egy fehérvári kereskedőnél költjük el a pénzünket, akkor egy fehérvári munkahelynek a megőrzésében segítjük azt a kereskedőt. Én azt hiszem, hogy ezt a mai világban ennek a fontosságát külön nem kell kihangsúlyozni. A tavalyi kártyák a hónap végéig érvényesek. A 2013-as Ősfehérvár városkártya ugyanúgy, mint az előzőek, a helyi kereskedők és vásárlók közötti összefogást ösztönzi, de most a Szent István emlékévet is népszerűsíti.